Visszállunk úgyis, úgyis. Visszállunk úgyis, úgyis. Visszállunk. Úgyis. Kucsera Gábor! Bár megmondom őszintén, első körben az jutott eszembe, hogy a Kossuth Lajos utcai százszor szép óvoda Csiga csoportjának a harsangi ünnepségére csöppentünk. Figyelj, ezt nem értem. Most mondta a Claudia, hogy hiányolja a francia számokat. Hát íme, itt volt egy. Ez totál sem, egy szót se értettem. Prütyüpüpü, atommaki, talán ennyit vettem ki az egészből. Életemben először kérdőn néztem a kukira, hogy mondjál, hogy mit hall. Mondom, mit hallottam. Kiszállok úgyis, úgyis. Kiszállok? Nem kiszállok, kuki. Tudom, ja. De... Jaj, Gabor, basszus! Én nem tudom. Mit lett mondani ezután? Segítsetek már! Nagyon jó volt! Hogy ugye nem ők választják a dalt, hanem mi adjuk nekik, és mi adtunk egy olyat, ami egyébként baromi nehéz, mert se dallama, se semmi. Se szövege. Se szövege a jelek szerint. Ilyetek, de nem kell magyarázni. De nem kell megvédeni igazából sem a dalt, sem a dalválasztás. Baromi szórakoztató volt. Tehát jól nyomtátok, volt a dologban lendület, és egyébként meg kell, hogy védjem a Kucserát, annak ellenére, hogy tudod, mindig ezt szoktam mondani, hogy vannak emberek, akiktől a sors az egyik kezével ad, a másikkal elvesz tőled, mindkét kezével elvett. Függetlenettől ebbe a dalba beletetted magadat, a koreográfia most rendben volt. A koreográfia rendben volt, igazából nem tudom, hogy mennyi időt szenteltél a szöveg megtanulásának, az viszont kidobott idő volt, testvérem, mert ezt figyelj, ez olyan volt, mint hogyha morzéjeleket adtál volna egy füstjellel. Mi hibás a mikrofon, amit kapott. Mi az, de valami... rövidet nyomsz belőle? Mi volt ez a... Lassabban, mint valami, olyan hogy... tempó van. Hogy kicsit. Van a szöveg? Hogy a szöveg? Visszállom úgyis. Hagyjad már! Ez a baj, látod, Tivik, ez a baj. A vers... Teked meg a popod, mert az úgy klasszis, mert a tánc még nyomd azt is. Ja, jó. Ja, értem, nyomd azt is, tekert meg a popódat, de úgy klasszis. Akkor viszont nem franciául volt, csak ez a parlapfű szezonban. Igen. Van energia.
Igen, ne, én is csak ott tapadtam le, hogy valami, hogy nem értem, hogy mit nem értek. Mit nem értesz maga, Atomma ki? Hát igen, Atomma ki az megvolt, nagyon jól táncoltatok, csodálatos volt. Egy hangot nem értettem az egészből, de az legalább pontatlan volt. Én csak gondolkoztam, hogy vajon Henny, amikor a Megasztárba jelentkeztél, akkor erre vágytál, ugye erre a pillanatra, hogy akkor a fejeden ül valami, meg a hátadon is van valami. Igen, végre van farkam, tehát bocsánat. De hozzá van varva a hátadhoz a farkam. Most már ketten vagytok a kukival. Hát na, Tibikém. És ilyenkor eszedbe jut egyébként, Henny, hogy, milyen, hogy anyukád látja, hogy milyen sokra vitted. Ő nagyon benne vagy a tévében. Azt írta múlt héten anyukám. Minden héten ír anyukám, és múlt héten azt írta. Nem baj. Sányom, ez egy isteni csoda. Ez mire a kucserára gondolt, vagy kire? Hát, hogy tovább jutottatok arra, érted? Hát most meglátjuk, hogy a zsűri hogy fog pontozni, aztán majd ez fontos lesz a továbbjutás szempontjából. Tibi? Kuki azt mondta, hogy most ő a szigorú, kezdje már ő, kíváncsi ők, én kezdjem. Tibi, neked, te jó, nekem nagyon-nagyon tetszett, de mivel most a közeleg a döntő, egy picikét tényleg muszáj ők szőrös szívűbbnek lenni, 9 pont, jó? De ez azt jelenti, hogy tetszett. Andi? Hát, hogyha te szőrös szívű vagy, akkor én nem is tudom, én szőrös talpú vagyok, mert nem csak egy 8-as, ez egy 8-as nekem. Kuki? Hát tényleg közeledik az elődöntő, és most egy picikén nekünk szigorúabb kell, hogy legyünk. Én is adom egy 8 pont. 8 pont. Ez 25 pont. Viszont lehet, hogy a nézők között rengeteg Madagaszkár rajongó van, és végig szavaztak. Igen. Rátok. Nagyon nagy megsimogatás. Már ha felismerték a dalt közben. Arra most oroszlán vagy ilyen rendes oroszlán? Nem rendes. Jó, meleg van ebben. Ebben maradtok most ebben a cuccban egy darabig. Jó? Nem ló. Tücsétek oda. Menjetek nyugodtan. Izzadjátok össze a bőrkanapén. Sziasztok. Hello. Yeah. Én azt hiszem, hogy ez egy ló. Nem, azért a kucsához tegyük az, hogy tényleg, amit a Timi mondott, tehát most sokkal jobb volt a Gabi, sokkal jobbat hozott koreográfiában, mint amit eddig. Sokkal jobb. Sokára egy párbajban is megmutathatja magát. Így van.